Sok-sok évtizedes kérésért révbe Sóváradon. Hosszú várakozás után októberben az óvoda épületében sikerült napközis csoportot indítani. Ezáltal is segíteni, megkönnyíteni azon szülők mindennapjait, akik egésznapos programban dolgoznak. A vezetőség abban reménykedik, hogy a napközi csoport működésével visszaviszik a gyerekeket a faluba tanulni. Pontosan október 16-ától tudtuk alkalmazni az új óvónénit, hogy a napközit beindítsuk. Elég korán megpróbáltuk mi, és elindítottuk a folyamatot. Szeptember elején már a tanfelügyelőség fele mi a kérést letettük. Valamilyen oknál fogva, nem tudom pontosan megmondani, elég későn sikerült elindítani. Valahol nem vettük észre, hogy a minisztériumi rendeletet már kiadták, és ugye így év elején döcög minden, ameddig beindul az iskola rendszer, és gondolom, hogy nem a mi hibánkból. Tehát mi próbáltuk, és el is indítottuk, de az engedélyt csak októberben kaptuk meg. A várakozások ellenére nagyon hálás az igazgatónő, hogy most mégis sikerült egy napközis csoportot indítani, bízik benne, hogy ezáltal a szülők visszaszoknak, visszahozzák a gyerekeket a faluba. Tényleg, hogy annyira elfoglaltak a szülők, hogy egész napi programmal dolgoznak, tehát nincs az a szülő, aki 12 órakor el tudná vinni a gyerekét, és egy kissé ez a több generációs családmodell is már úgy kiment divatból, mert annak idején, amikor még én óvodás voltam, és én ebbe a napközibe jártam, akkor még a nagyszülők el tudták vinni a gyerekeket, mert a nagyszülőkkel együtt éltek a fiatalok. Most viszont nem ez divatos. Tehát inkább a fiatalok ugye külön élnek, külön háztartásban. A nagyszülők is lehet, hogy nincs idejük, lehet, hogy elfoglaltak, nem igazán tudnak segíteni. Ezért nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülünk, hogy sok-sok évtizedes kérésnek most már valahára eleget tudott tenni a polgármesteri hivatal, illetve a mi Sóváradi iskola. A napközit egy csoporttal indították, 20 gyerek befogadására képes, melyből 17-en foglaltak helyet. Elsősorban a szülőknek nagy-nagy segítség, de másodszorban a gyerekeknek is. Tehát itt a gyerekek, már említettem, hogy a szülők ugye, hogy nagyon-nagyon elfoglaltak, és fontos, hogy tudják a saját programjukat úgy lebonyolítani, ahogy ez kívánatos. A másik az, hogy sokan más helyen dolgoznak. Rugalmatlan munkaprogrammal, tehát vannak ugye olyan munkahelyek, ahonnan a főnök elengedi, és akkor elviszi esetleg nagymamához. Persze, hogy a szülőknek nagyon fontos, de a gyerekeknek is. Megtanulnak egy kissé önállóan viselkedni, tehát ami az étkezést illeti, ami a vetközést illeti, tehát egyedül, hogy levetik a ruhájukat, pizsomát vesznek magukra. Tehát nagyon-nagyon ügyesen ezt is meg kell tanulják, és lehet, hogy otthon a szülő észre sem veszi, hogy ezt már a gyerekének meg kell tanítani, hanem inkább kiszolgálja és segíti őket. A napközi programja minden hétköznap reggel 8 órakor kezdődik, és egészen délután 5 óráig tart. Ezáltal rugalmasan alkalmazkodhatnak a családok mindennapi teendőihez, miközben a gyermekek számára biztosított a teljes napközis programon való részvétel lehetősége.